Reggel 9 óra előtt már melegítettek a csapatok, és a közönség is elfoglalta a helyét a lelátókon. A tornát Szabó Zsolt polgármester nyitotta meg, aki sikeres szereplést kívánt a játékosoknak, és sok gólt remél a kupán. Talán a legnagyobb izgalmakat ígérő csoportmeccseivel indult az idei karácsonykupa. 4 erős csapat találkozott délelőtt. Az első mérkőzésen rögtön a tavalyi ezüstérmes Dermesztő és a mindig nagy játékerőt képviselő Vamav csapott össze. Utóbbi régi vendége a tornának, és a legjobbak között tartják számon. Azonban eddig rendre elvéreztek a legjobb 4 bekerülés előtt. A két csapat láthatóan nem a pályát igyekezett megszokni a nyitó meccsen, teljes erővel kezdték a derbit. A Vamav szerzett vezetés Tari Zoltán góljával, és az eredmény 2-2-ig szoros volt, aztán a pontosabb és szervezettebb játéknak köszönhetően végül a Vamav nyerte a nyitó mérkőzést 4-2 arányban. Kis István, a Vamav kapitánya elmondta, hogy szeretnének minél több mérkőzést megnyerni, de a legfontosabb az, hogy jó hangulatban teljen ez a néhány nap. Az a fontos, hogy a fiamnak a baráti köre, ez egy jó társaság, ilyenkor találkoznak karácsony után. Az a fontos, hogy focizzák ki magukat, bulizzanak egy jó, ennyi. Tari Zoltán a 2012-es karácsonykupa első góljának szerzője azt mondja, idén nagyon jó eredményt szeretnének elérni, ennek megfelelően erősítettek a csapaton. Évek óta készülünk arra, hogy valami normális eredményt elérünk itt a karácsonykupán, mivel ez a környék, a megyének legnívósabb karácsonykupája véleménye szerint. Hát sikerült egy jó csapatot a képvára fektetni, büszkék vagyunk rá nagyon. A karácsonykupa összecsapásai egészen december 30-áig folytatódnak, amikor eldől a kupa sorsa.